A bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati kiírásra benyújtott projekt 500 millió forint 100%-os nem térítendő támogatásban részesült. Európai Uniós forrás segítségével a Karcagvárosi Önkormányzat megkezdte a Varó utcai bölcsöde felújítását. A top kötőjel 1.4.1 kötőjel 19 kötőjel JN1 kötőjel 2019 kötőjel 00003 pályázat keretén belül. A bölcsődei férőhelyek kialakítása bűvítése című pályázati kiírásra benyújtott projekt 500 millió forint, 100%-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Karcagvárosi Önkormányzat pályázati forrásból megkezdi a Varó utcai bölcsőde akadálymentesítését egyes szerkezeti elemeinek felújítását. A jelenleg használaton kívüli harmadik pavilonját átalakítja és korszerűsíti. A beruházás során két új csoportszobát hoz létre, így a projekt végére 22 új férőhelyel bővíti a bölcsődét. A pályázat keretében megújuló energiaforrást alakít ki, továbbá megvalósítja a játszó udvar felújítását, babakocsi és a kerékpárok elhelyezését is. A projekt célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása. Többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a bölcsődei szolgáltatás fejlesztése és új férőhelyek kialakításával. Továbbá a fenntartói költségek csökkentése a megújuló energetikai források kialakításával tájékoztatta szerkesztőségünket Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere.